A Paksot fogadja a Debrecen az OTP Bank Liga 14. fordulójában. De közben itt a gólhelyzet, és Gróf lábbal véd. Varga. Eladják, Szabó jól helyezkedett. Bognár megint. Egy lágy ívelés, Ádám Martin, megvan a lekészítés, vissza Ádám Martinnak, gyönyörű! Elképesztően szépen játszottak össze Balogh Balázzsal. A paksiak egyébként sok mindennek köszönhetik a sikereiket. Az egyik olyan, hogyha a labda visszaszerzésről van szó, akkor az egész NB1-ben ők a leghatékonyabbak, mármint ugye a paksiakról beszélek, míg a Debrecen az utolsó labda visszaszerzésben. És nézzük most Ugrait, megszerezheti a vezetést, és meg is szerzi. Megint egy hosszú, ugye erre szokták mondani, tértől elő indítás, valóban nem volt les, tovább lehetett engedni, és Ugrai Roland bár magára húzta a kapust, de el tudta mellette húzni, és nagyon higgadtan, nagyon jó megoldást választva be tudta még lőni. Kipattanó Meggyesi, óriási kapáslövés, amit Grófnak kell kiütnie. Pávkovics egyelőre jól védi Bödét. Ez viszont egy rossz keresztlabda Bévárdinak, Meggyes jön, és próbálja megmenteni még. Bognár bent a 16-oson belül, Bognár! A hosszúra akarta eltekerni. Bognár, jó az indítás, Böde, gólhelyzetben Böde, Gróf ezt is fogja. 46. percben járunk már, Bognár jobboldali szöglete, ott a gól! Ott a gól, egyenlít a Paks, Ádám Martin. Nagyon jó helyre ment a labda. És hát ugye pont arról az Ádám Martinról maradnak le, aki vezeti a góllövő listát az NB1-ben, oda besasszézott, besétált a debreceni játékosok gyűrűjébe, de konkrétan senki nem védte őt. Nagyon lassú labda. Igaz, utána nem volt Tamás Olivérnek a labdakezelése valami fényes. Dzsudzsák, most a jó lábán a labda, jó is volt a lövés, Rácz Gergő ütötte ki a mezőnybe. Ferenci, jó labda szerzés, elakad a labda. Ez viszont jó lehet. Na nézzük, az utolsó lehetősége a Lokinak. Középre pattan a labda, és nem debreceni játékos érkezett, hanem Szabó János.